Szeretnék, hogy sok turista oda ellátogasson. Úgyhogy van ebben egy pici csavar, egy ilyen kis időutazás is, ami a környezetet illeti. Ugye a Kárpát-félszigetről, ha már Észak-Ciprusnál járunk, azt érdemes megemlíteni, hogy rengeteg vadon élő szamár található ott. Ó, vad szamár. Hogy mérges volt rám, igen. Mérges? Ez egy komoly munka lesz, igen. Szépen felépítjük, és én nagyon szeretek tervezni, tehát a szépségápolás mellett szeretem a divatot, a divattervezést, alkotni, teremteni, újat. Ugye. Tehát akkor a Laci ugrott, nem? Csajokat kell fogdosni. Jó, de bepirultunk, öcsém. Azért az nem semmi. Van barátném, azt mondja. Hát nekem is, de voltam kollégista. Visszatérve a dologra, mert egyébként ilyen van néha-néha. De azért azt is tegyük hozzá, hogy Lajosom ugye, na simogass meg azt a lányt most már. 30-40-50 lány megáll, csak lányok voltak érdekes, az megdeltek, nem tudom, ilyen vonzerőm van nekem. Aztán amikor már 70 lány ült ott, akkor már nagyon meglepődtem, hogy figyelem, hogy beindul-e rám, nézze! Indul már? Nem? Akkor várjunk! Mert ilyeneket csináltam a színpadon, és erre volt az üvöltés. Látott az arcomon, hogy meggyőződéssel jó képű leszek, megpróbáltam jobb igazból fölvenni, tokámat is fölhúztam, hogy oldalt. Erre jön a nő, így rám néz, mondd neki, csókolom, jó napot kívánok, mondom, hogy kedvencem. Azt mondja, jó napot, megy tovább. Nagy fényes hajnal lett megint.